Kedves testvérek, az elmúlt vasárnapon egy új útra léptünk, réptem rá, benneteket is hívva, ez pedig nem volt más, mint Szent József megismerése. Az utóbbi évszázadokban, nagyjából az elmúlt száz évet leszámítva, valahogy úgy ő elfelejtődött, mintha nem is lett volna. Pedig, akik ismerik, nagyon jól tudják, hogy milyen nagy hatalmú szent micsoda hihetetlen dicsőség övezi. Mária után az első az égben, az emberek legkiválóbbja. Mennyi mindent tanulhatunk tőle, hogy azonban a személyét, az ő az Isten által a végbevitt rajta keresztül a személyiségében megtörtént nagy csodákat, változásokat, átalakulásokat, mi magunk is felfedezhessük, aztán az bennünk is megtörténhessen, ehhez először meg kell őt ismerni. Mert hogyan tanulhatunk tőle? Láttuk nagyjából az elmúlt héten a közös szemlélődés során, hogy mi az a környezet, az a tágabb környezet, amiben József, Mária és Jézus él. Milyenek a viszonyok úgy nagyjából? Most egy lépéssel menjünk tovább. Mária életéből időnként ki kell emelni egy-egy mozzanatot, mert hogy érintkezik Józsefével, aztán persze a a fény inkább Józsefre esik, de Mária kihagyhatatlan, mint ahogy Jézus életéből is. Mária 12 éves, nagyjából Krisztus előtt 8-9 körül járunk. Véget ért a szolgálata a templomban, mint Izrael leányának egyike. A misna és a talmud szabályai szerint a leány az első havi vérzése megkezdés, megkezdésekor, vagy a 12. születés napján lesz nagykorú, a 12 és fél éves lányt a rabbik éretnek tekintették, és elvárták tőle a törvény megköveteli, majd a rabbik felfogása, hogy már feleség, de legalábbis valakinek a menyasszonya legyen. Ha ez nem történik meg, akkor mindjárt törvényszegést kiáltottak. A szokás az volt, hogy a templomban szolgáló szüzek a 12. születésnapjukon hazatértek a szüleikhez. Máriával ugyanígy ment végbe az esemény, már mennyiben éltek a szülei. Ha nem, akkor a legközelebbi, legidősebb vérrokon vette magához, ahogyan azt a törvény előírta. Akár ők, tudnilik a szülők, akár a közeli rokonok gondoskodtak egy megfelelő férjről, aki kész feleségül venni Máriát, de úgy, hogy tiszteletben tartja a tiszt szüzességi fogadalmát. Tudnilik a templomi szolgálók, most ez a bizonyos Izrael leányaiként kiemelt szent az lánykák, ezek a szolgálatuk időtartamára szüzességet fogadtak. Persze nekünk ez egy kicsit ma már furcsa, hogy egy 12 éves kislánynak szüzességi fogadalom lejár, mikor még addig is az volt. De ekkoriban ez a nazirátus, az Istennek szenteltség mind a nők, mind a férfiak között ismert volt Izraelben. Tehette azt az illető személy egy bizonyos időszakra, vagy egész életére. Máriánál, majd ezt látjuk talán sokkal később, az egész életre szóló fogadalomról van szó. A rokonságban kerestek valakit, aki hajlandó volt ezt a szokatlan házasságot vállalni. Minden bizonyal több jelölt is akadt, már csak azért is, mert Mária származására nézve igen előkelő, vonzó, partiképes, ahogy a manapság szokás mondani, sznob entellektüelek között, tisztelet a kivételnek, mert nem minden entellektüel sznob. Végül is egy József nevű férfira esett a választás, szentünkre. Talán egyike volt annak a tízezer kézművesnek, akiket Heródes király gyűjtött Jeruzsálembe, hogy a templom tér további épületeit fölhúzzák, fölemeljék. Mesterségét a szentírás így adja vissza, tekton mondja a görög, fogalmam sincs, görögül nem tudok, ezt építőmesternek kéne fordítani, legtöbbször azonban egyszerűen csak az ács kifejezést használják. Ez azonban elég félrevezető, mert az ácsok fa megmunkálással foglalkoznak. Izrael területe azonban egy igen szegény, fában igen szegény terület, sokkal valószínűbb, hogy inkább kővel dolgoztak, bár érteniük kellett mindenféle asztalos és ács dolgokhoz is. Az evangéliumok arra utalnak, hogy József Idősebb Máriánál. Nem feltétlenül sokkal, de idősebb. Egyébként teljesen érthető is egy 12 éves kislány, mai szóval nézve kislány férje, mi más lehet, mint egy idősebb férfi. Onnan is gyanítható ez, hiszen utoljára Józsefet akkor említi a Szentírás, amikor Jézus 12 évesen fölzarándokol a szüleivel Jeruzsálembe, és a következő esemény Jézus nyilvános működésének kezdete. S ekkor már úgy beszélnek Józsefről, mint aki nincs az élők között. Csak az anyját, Máriát emlegetik, Józsefet nem. Ennek lehetett az oka az, hogy előre haladott volt az életkora, idősebb volt, vagy idő előtt halt meg valamilyen betegségben vagy balesetben. Hát az építőmesterek igen gyakran lezuhantak az építkezésekkor, ma még nem volt, ma, ma, akkoriban nem voltak olyan feltételek, mint ma. Vigyázni kell rájuk, nagy baleset érje őket. Zsidók szokása szerint a férfiak 20 éves korukig megnősültek. Az a férfi, aki 20. életévéig nem nősül meg, megszegi Isten parancsát és Isten haragját vonja magára, írja a babiloni talmud. Tehát a 20. életévig férjhez kellett, vagy meg kellett nősülni. Ha azt nézzük, hogy József Máriát ennyi idősen, legkésőbb 20 éves korában veszi feleségül, Nagyjából 7-8 év a korkülönbség közöttük. Egyáltalán nem meglepő. Ha talán idősebb volt, és ezt sokan feltételezik, akkor csak egy magyarázat tűnik elfogadhatónak, hogy egy 20 évesnél idősebb férfi hogyan élhet házasságon kívül miközben az elvárás, hogy Izrael népe fokozatosan egyre nagyobb szaporulatra tegyen szert, termékenyek legyenek, sokasodjanak. Láttuk Zakariásnál és Erzsébetnél, mekkora szégyennek számított, amikor egy nő terméketlen. Tehát Izrael népe nem gyarapodik általa, fúj! Majd, hogy nem megvetették miatta, pedig hát mit tehetett az arról? Ha Netán mégis idősebb, jóval idősebb volt Máriánál, akkor tehát csak egy lehetőség van, Dávid családja, a Dávid leszármazottak, akik Názáretben élnek többségükben, szoros kapcsolatot ápoltak az egyik zsidó csoporttal, az eszénusokkal. Na, tudni kell, hogy az eszénusok két messiást vártak, az egyiket Áron családjából egy papi messiást, meg egy királyt Dávid családjából. Ezért mindkét leszármazási vonallal szoros összefüggésben voltak, és várták, hogy mikor jön el melyikből az a messiás, amire ők számítanak. Az eszénusok között pedig igen gyakori volt a nőtlenség. Mondhatnánk azt, hogy minden tagjuk nőtlen volt. Valószínű, ha ez a megoldás él, hogy József legkésőbb a Máriával történő házasságkor, Eszénusi tisztasági fogadalmat tett, ami esetleg arra is utal, hogy korábban nem kötődött a közösséghez. Máté megjegyzése, miszerint József igaz volt, erre később még visszatérünk, így is érthető, tudnilik tiszta, testileg, szent. Ám minden további nélkül azt is elfogadhatjuk, és ez semmi, semmilyen magyarázat nem zárja ki a lehetőségét, hogy egy mesterségét kitanult ifjú, bár a származására nézve előkelő, aki már képes a családjáról gondolkodni, ez a 19-20 éves férfi, vagyis házat és megélhetést biztosít a feleségének és a leendő gyermekeinek, minden további nélkül megnősült József is 20 évesen, követve ezzel a törvényt, hiszen az igaz az Ószövetségben azt jelenti, aki maradéktanul betartja a törvényt, amennyire az lehetséges és a Máriával végbe menő események, a Jézus foganása és a többi, ezeknek a nyomán jut el a tisztaságig. Az előtt is tisztán élt, csak mostantól egy életen keresztül, mint állapotbeli szentség marad meg nála, és fejlődik tökéletességig a tisztaság. Kinek, kinek, amelyik jobban tetszik. Nincs olyan szempont, ami egyik vagy másik lehetőség mellé kényszerítene bennünket. Személy szerint nekem az utóbbi rokon szembesebb. Szent József, itt még igaz ember. Én itt most 2018 nyarán. Hol vagyok ebből a szempontból? Az én kapcsolataim a házastársammal, ha házas vagyok. Vagy annak, azzal a lányjal, vagy fiúval, aki nekem udvarol, vagy akinek én udvarolok, vajon őrzöme, mint nagy értéket a másiknak a tisztaságát, az Istennel való szenteltségét, mert a keresztségünknél fogva mi Isten szent tulajdonai vagyunk. Aki nem így él, az nem őrzője, hanem kirablója ennek a szentélynek, és az nem keresztény. A keresztényekkel szemben igen magas követelményeket támaszt maga Jézus. Ő így élt, de így élt József, és így éltek a szentek milliói. Tőlünk, akik most itt közösségben jelen vagyunk, nem azt kéri, és nem azt parancsolja meg, hogy teljes önmegtartóztatásban éljünk, de azt igen, hogy még a házasságban is szentek legyünk. Minden egyéb, ami nem ez, az összeegyeztethetetlen a kereszténységgel. A újra kell ismételnem saját magam számára. Aki nem olyan, mint Krisztus, az nem keresztény. Ennyi. Ő pedig ilyen volt. Itt nincs mellébeszélés. Nincsenek kibúvók, nincsenek kiskapuk. És látni fogjuk, remélem majd később József személyében, hogy a tulajdonságaiban is, ahogyan ő felneveli a fiát, Jézust, egyre jobban visszatükrözi Jézust ő maga. Egyre jobban elkezd hozzá hasonlítani. Kialakul benne az az isteni képmás, amit a teremtéskor belepecsételt, belevésett az ember lelkébe az Isten. Képünkre és hasonlatosságunkra sokféleképpen érthető ez a mondat. De így is igaz. Én, aki itt vagyok, vajon őrzöme saját szentélyem szentségét? Tisztelettel vagyok-e a körülöttem élők szentsége iránt? Vagy közönséges rablógyilkossá aljasodtam, aki csak fosztogatni és pusztítani tud. És ehhez találja, megtalálja, mert mindenki megtalálja, amikor magyarázkodni meg, indokolni kell, hogy de miért is, és megjönnek a kis felmentések, az ideológiák és az mindenféle kifogások. Ilyen nincs. József tiszta, szent ember. És ha tanulni akarok tőle, már pedig a szenteket ezért állítja példaképként elém az Anya Szent Egyház, akkor ezt kell megtanulni, hogy ebben is mindenestül Isten tetszését kereste. Az Úr pedig, és akár lehet, hogy ez sokaknak nem a jelenlevőkről van szó, sokaknak nem tetszik, és ezért akarják elvetni az Ószövetséget az Ószövetségben nagyon világos utasítások vannak a testi tisztaságra nézve is. Vérfolyásos asszony, szülőnő, különböző férfias megmozdulások a testtel szemben, ha így bemegy a templomba, meg kell ölni, és nagyon helyes. Mert pontosan a dolognak és a mögött álló személynek a szentségét tiporja lábbal hogy ő erről nem akar tudni, az nem a törvény hibája. A törvény komoly, de nem azért, mert tiltani akar valamit, hanem fogodzót ad. Nem nekem kell kitalálnom a szabályokat, hanem készen kapom, és még egy dologra rámutat. És innen kéne megközelíteni még az ószövetségi törvényt is. Az, hogy az én életem, testem le, stb. szent, az engem véd hogy akárki, bárki, senki nem érintheti az enyémet. Mert Isten szentsége ott áll az én szentségem mögött. Érinthetetlen vagyok bárkinek. Nem nyúlhat hozzám, nem csak fizikailag, sehogy. Tehát a törvény súlya az én méltóságomra, rangomra hívja föl a figyelmet, és visszatántorít mindenkit. Nem lehet másképp fogalmazni, Isteni vér csörgedezik az ereimben én az Isten fia vagyok. Így is kell viselkednem, de nem csak ez az, ez az én oldalamról, hanem a nekem kiáró tiszteletet meg is kell követelnem. Nekem ez jár, nem magam miatt, hanem miatta. Ha pedig ő bennem van, akkor a kettő már egy. József, így élt. Majd látjuk, talán később sikerül ezt ügyesebben kibontani. A Máriával való találkozás hogyan mélyíti el ezt az alapvetően tiszta embert a tisztaságban. Mária szentsége egyszerűen lenyűgöző. Mondhatnánk azt, hogy olyan ez Mária mellett élni, mintha az Ószövetségben a szövetség ládáját valaki kézzel érinti, azonnal szörnyet hal. Ilyet tudunk is az Ószövetségből. Az Élő Isten benne lakik. Hogy lehet egy fedél alatt élni egy ilyen tökéletes nővel? És megtanulta, fölnőtt hozzá, fölemelkedett erre a méltóságra, mert hagyta, hogy Isten fölemelje. És itt a remény, itt az, ami bátorságot kell, hogy öntsön az én szívembe is. Ha neki ment, aki csak ember volt, semmi több, nincs szeplőtelen fogantatás, mint Máriánál, kivéve az er eredeti bűn alól nincs. Ő olyan, mint mi, mint én, akkor nekem is megy. És ha ő a Szentlélek kegyelmeivel fölemelkedhetett ilyen méltóságra, ilyen magasságra, akkor én is fölemelkedhetek. És ezt nem mástól kell várnom, és nem a saját erőmben kell bizakodnom, hanem benne, mert József ezt keresi. Az igaz, ezt is jelenti, hogy újra és újra azt kér, Uram, mit akarsz? mit tegyek, hogy legyek a tetszésedre. És itt tekinthetünk illéstől elkezdve, akire akarunk. Irányítsam tehát ma a figyelmemet József példájára. Kérjem az imádságát, nagyon hathatós szava van. Az Isten teljesíti a kéréseit, mint az összes szentünkét. József, állj ide elénk! Imádkozz velünk és értünk! Taníts meg minket arra, hogy hogy kell az Istennek tetszeni. Hogy kell az Istent szolgálni önmagamban és mások felé. Hogy lehetek én olyan, mint te? Nőként, férfiként mindegy. Fiatal, idős, lényegtelen. A megtérés pillanata mindig előttem áll. Újra és újra és újra. Ezért van szerencsére, hogy a Szentgyónás is megújítható mi lenne velünk, velem, ha ez nem lenne. Szent József, állj most ezen az úton végig az oldalunkon. Fogd a kezünket, mint gondoskodó, szerető, nevelőnk, alakítónk, apánk. Legyél a példaképünk, és segíts minket közelebb az Istenhez hogy akár itt a szentmisében, ahol a teljes egység létrejön, az Isten bennem van, én pedig az Istenben kezdek el létezni, úgy a templom templomfalaink kívül ez folytatódjon, amikor beszélek, amikor megyek az utcán, vagy éppen bármilyen cselekedetet viszek véghez, azt ne én tegyem, mert az semmit nem ér, hanem az Isten tegye bennem. Őt tegye rajtam keresztül, és hogy az József életében kibontakozottat végső tökéletességig, úgy bennem is, velem is megtörténhet, és meg is kell történnie. Mert ha ez velem nem megy végbe, akkor az egész kereszténységem csak egy paródia volt. Egy kigúnyolása annak, amiről ennek szólnia kellett volna. Nyissuk meg a szívünket alázatosan, őszintén is keressük azokat a pontokat, ahol még gyengék vagyunk, ahol segítségre van szükségünk, ahol kell az erő, mert egyedül nem megy, és ezért jók a bűnök, és engedi meg Isten többek között azt, hogy bűnöket kövessünk el, mert lelepleződünk. Nem tudunk tovább hazudni önmagunknak, hogy nincs szükségem, meg ezek a maszlagok, amivel kábítjuk magunkat meg egymást. Legyünk végre igazán emberek, akiknek van Istene, hogy isteni emberek lehessünk, amilyen József volt, és akkor ugyanaz a végső dicsőség vár ránk, és örök szeretet, amiben ő is beteljesedett. Amen.